Szalagátvágással indult a szombat a tófürdőn, hivatalosan is átadták a megújult és korszerűsödött strandot. A közel száz éves tófürdőre már ráfért a felújítás. Ehhez 220 millió forint uniós támogatást nyertek, valamint 30 millió forint önerőt is biztosítottak hozzá. A munka még 2018 őszén indult, a beruházás még határidő előtt, június elejére elkészült. Az egész bejárat korszerűsödött, és egy újabb plusz pénztár segíti a vendégek fogadását. A tófürdőn belül megújult a strandröplabda pálya, felújították a gyerek és a termelmedencét is, a régi csúzda helyett pedig két újat helyeztek el a tóban. Egy új 50 négyzetméteres stéget is elhelyeztek a víz közepén, a játszóteret áthelyezték árnyékosabb részre, de a tóban a vízben is lehet játszani, egy vízi játszótérnek köszönhetően kultúrált öltözőrendszert alakítottak ki, valamint minden vendéglátó egység új, egyforma bútorzatot kapott. A beruházás során a törzs vendégek jó szándékú kritikával és észrevételekkel segítették a munkát. Ez a beruházás is egy kilenc éve kezdett átgondolt fejlesztési tervnek a része, közölte a polgármester. Kovács Ferenc kiemelte, a 123 szobás sóstóhotelt várhatóan heteken belül, július végén átadják, a megújult múzeumfalu pedig augusztus végére készül majd el. Egy újabb fejlesztést is bejelentett Nyíregyháza polgármestere. A gyógyhelyek pályázatán egy milliárd forintot nyertek a sóstó további fejlesztésére. Ennek köszönhetően három vizes blokkot építenek, bővítik a parkolóhelyeket, megszépülnek a közterek, kiemelten az új hotel és a svájcila közötti terület. Ezek a fejlesztések jelenleg tervezési szakaszban vannak.